Elbuzdulva Novák Katalin köztársaság elnökasszonynak az erdélyi látogatásán a románok beindultak és begyújtották a soviniszta rángokat, mint hogyha eddig azok nem égtek volna elég erősen. Gyakorlatilag úgy készülnek az Úzvölgyébe, hogy figyelmen kívül hagyják a konkrét tényt és a bizonyított tényt, hogy ott román katona nem nyugszik. Figyelmen kívül hagyják azt, hogy a román bíróság egyértelműen megállapította, hogy az általuk ott felállított otromba betonkereszteket jogtalanul állították fel, és hogy a nekik falazó Dormán falvához ennek a sírkertnek semmi köze nincs, és hogy ez közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó terület, ezért aztán igazából onnan kellett volna engedélyt kérni bármilyen beavatkozásra. Tulajdonképpen ez a dolgot az előzte meg, hogy a románok látva, hogy Novák Katalin kint volt a székelykőnél, és ott piros-fehér-zöldre festett kőoszlopnál fotózkodott, kimentek, és a maguk módján kitettek magukért, egy görbe fa rúdra kitűzték a román zászlót, átfestették piros-sárga-kékre a kőoszlopot, és kidíszítették ezzel a karóra tűzött zászlóval. Ezzel azt mondják, hogy elhárították a magyar veszélyt, ami rájuk leselkedett. Ismerős ez az állapot. A tolvaj az rendkívüli módon gyűlöli a kifosztottat, főleg, hogyha azzal minden nap találkozik, és minden nap újra és újra az emlékezteti őt a tetteire. Újra bebizonyosodott, hogy a román társadalom nagy része képtelen felülemelkedni a beteges és primitív sovinizmuson, és ez a sovinizmus a nemzeti alapkövet jelenti számukra. Ugyanakkor a magyar kormány ismételten elmulasztotta megfelelő és arányos választ adni, mint ahogy sokszor máskor is, de itt felhívná a figyelmét a hadisírgondozó igazgatóságnak is, hogy ők is felléphetnek végre már határozottabban ezekben az esetekben. A magyar kormány viszont ne csak szóban, ne csak beszédben, hanem tettekben is védje meg a határon túli magyarokat, védje meg a hadisírjainkat, az emlékhelyeinket.